Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma május 13-a van Szervác és Imola névnapja. 303 éve született Mária Terézia Habsburg uralkodó magyar királynő. 70 éve pedig megrendezték az első Forma 1-es versenyt. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Mától igényelhetjük online a beígért 100 eurós egyszeri segélyt. Péntektől már telefonos úton is leadhatjuk kérelmünket. Kihirdették a határok újranyitására vonatkozó jogszabályokat Szerbiában és Magyarországon is. 52 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Szerbiában. A világjárvány következtében egyre népszerűbb a belföldi turizmus. Választások 2020. Mától igényelhetjük online a beígért 100 eurós egyszeri juttatást. Egyelőre csak az állami kincstár honlapján, a trezor.gov.rs honlapon adhatjuk le adatainkat, de a bejelentések szerint péntektől már telefonon is kérhetjük a támogatást. A trezor.gov.rs weboldalon a Storázlogazza jeden klik nevű linkre kell kattintani, ezután a podnošenje prijave pontra kattintunk. A regisztrációs oldalon a felső vonalra a személyi számot kell beírni, alá az igazolványszám kerül. Amennyiben az igazolványszám 8 számjegyű, akkor 2 nullát kell elé írni. Ezután ki kell választani a számlavezető bankot. Amennyiben nem rendelkezünk bankszámlával, az állam nyit egy számlát erre a célra a kiválasztott bankban. A felhasználás feltételek elolvasása és elfogadása után a posályi Zachtev gombra kattintva igényelhetjük a támogatást. A rendszer ellenőrzi az adatok helyességét, és amennyiben minden megfelelt, egy üzenet jelenik meg, miszerint sikeresen igényeltük a 100 eurós támogatást. A nyugdíjasoknak és azoknak, akik pénzügyi, szociális segélyt kapnak, a kormány automatikusan átutalja a pénzt, a kifizetéseket pedig már pénteken megkezdhetik. Jelentkezni június 5-ig lehet. Želimo da pokažemo koliko je država jaka, koliko je sposobna da najveći teret krize preuzme na sebe i kada je privreda u pitanju i kada su građani u pitanju i da podelimo jednu dozu optimizma da idemo napred, otvaramo našu ekonomiju što pre, imamo novca da podržimo i one koji su na kraju krajeva svi smo zajedno prošli kroz ovu krizu koja je vezana za koronavirus i u manjoj i u većoj meri je ona uticala na nas. Ovo je šansa i prilika da svi zajedno što pre izađemo iz toga. Minden felnőtt Szerbia állampolgárnak jár a 100 eurós támogatás, amelyet az állam a járványhelyzet miatt válságenyhítési juttatásként fizet ki május 15-től, hangsúlyozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádióban. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mindenkit arra bíztat, hogy jelentkezzen a 100 euróért, a támogatáshoz ugyanis nem csak akkor lehet hozzájutni, ha a hatalmi pártokra szavaznak az előttünk álló választásokon. A pénz mindenkit egyformán megillet. Ne üljenek föl az emberek, azoknak a mendemondáknak és azoknak a házalóknak, akik azt mondják, csak abban az esetben kapják meg a támogatást, a 100 eurót, hogyha a szerb haladó pártra szavaznak. Ne üljenek föl, hogy meg kell, hogy adják az igazolványszámukat, mert csak abban az esetben kapják meg a 100 eurót. Ez nem így van. Megint szeretném elmondani, aki ezzel visszaél, az az emberek bizalmával él vissza, és azért beszélek erről nyílt és világosan, mert azt gondolom, hogy ez méltatlan. Azt gondolom, hogy méltatlan az embereket ilyen módon lebecsülni. Az emberek pontosan tudják, hogy választások lesznek, el fogják dönteni, kire fognak szavazni, de nem kell őket ebbe a helyzetbe hozni, van nekik elég bajuk különben is. A nyilvánosságra hozott statisztika szerint az online igénylés működésének első 3 órájában mintegy 500 000 kérvény érkezett. A rendszer a túlterheltség miatt akadozhat. Péntektől már telefonon is igényelhető a támogatás, és hamarosan ezeket a telefonszámokat is nyilvánosságra hozzák. Nem szükséges 14 napos karanténba vonulnia annak a hazaérkező szerbiai állampolgárnak, aki 72 óránál kevesebbet töltött külföldön, vagy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus teszttel rendelkezik, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke elmondta, hogy a tesztet abban az országban kell elvégezni, ahonnan a Szerbiába belépni kívánó polgár érkezik. A 12 évnél fiatalabb polgárok számára nem szükséges
esetlegesen negatív teszt, amennyiben a szülei, rokonai vagy gondviselői által elvégzett teszt negatív eredményt mutat. Magyarországra való beutazás előtt méltányossági kérelmet szükséges benyújtani elektronikus formában a www.polisz.hu oldalon. A kérelmet hatósági és bírósági ügyintézés, üzleti és munkavégzési ügy, gyógykezelés vagy vizsgakötelezettség, illetve közeli hozzátartozó temetésén való részvétel esetén lehet benyújtani, megfelelő dokumentumok mellékelésével. Részletezte a VMS politikusa. Amennyiben valaki 72 órát tartózkodik legfeljebb külföldön, tehát maximum 3 napot, és vissza szeretne jönni Szerbiába, abban az esetben nincs szükség sem tesztre, sem egyéb föltételeknek a teljesítésére, tehát ha valaki például vizsgázni szeretne menni Magyarországra, ami most aktuális lesz a következő hetekben, vagy pedig gyógykezeltetésre, akkor ezt megteheti úgy, hogy sem karanténra, sem negatív koronavírus eredményre nem lesz szükség. A VMS alelnökével készített interjút teljes terjedelmében a Híradó végén a Híradó Plus-ban tekinthetik meg. Választások 2020. Mától alkalmazzák a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen a szerb kormány legújabb döntését a Szerbiába való belépéssel kapcsolatban. Stábunk annak nézett utána, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki a határátlépés. Éppen itt jártunk kor, szerdán a déli órákban érkezett meg a Horgos-Röszke autópálya határrendőrség horgosi határrendészetére a szerb kormány azon döntése, amely szerint beléphetnek az ország területére azok a szerbiai állampolgárok, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel rendelkeznek, illetve azok a külföldi állampolgárok, akiknek ugyancsak 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztjük van, illetve rendelkeznek a külképviselet engedélyével. A Szerbiába utazó magyar állampolgároknak is rendelkezniük kell a 72 óránál nem régebbi koronavírus teszttel. Ezen felül tartózkodási vagy tranzit engedélyt kell felmutatniuk, amit a szerb kormány által létrehozott munkacsoport ad ki, és amit a külképviseleten lehet igényelni. A Péter Révei Szalma Sándor nem csináltatta meg Magyarországon a koronavírus tesztet, inkább vállalta a 2 hetes karantént. Pest megyében egy autógyárban dolgozott, tavaly augusztusban óta, most munkanélkül maradt. Több cégnél is, több ma olyan konyhakertészetben is, meg mindenben próbálkoztam, de mondták, hogy jelenleg sehol se nem vesznek be senkit. Tehát akkor most inkább bevállalja 14 nap karantént és hazajön? Szóval bevállalnom, mert pénzem elfogy, így is úgy is el fog hozni. Tehát itthon vannak a lányaim, meg a rokonság, ugye majd valahogy megveszek. Azon Magyarországra utazó vajdaságiak, akik 72 óránál kevesebbet töltenek az anyaországban, teszt- és karanténmentesen térhetnek haza. Ezt a horgosi Fátyol Imre is naponta tapasztalja. Az ingázók esetében működik rendesen a határátléptetés? Igen, folyamatos, minden jó. Nincs semmi probléma. Kell-e várni esetleg sokat? 10-15 perc volt eddig a maximum. Milyen papírokat kérnek? Hát kérik ezt a hitelesített papírt, ezt a munkavállalást, ami járási hivatalban hitelesítve van, a magyar igazolványt és a szerb igazolványt, vagy szerb útlevelet. Ott jártunkkor egy autóbusznyi Bécsből hazatérő szerbiai vendégmunkás várakozott belépésre, mivel egyikük sem rendelkezett 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus teszttel, mindannyiukra 14 napos házi karantént szabtak ki. A Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese cáfolta, hogy ingyenes koronavírus tesztet készíthet minden olyan szerbiai állampolgár, aki külföldről érkezik vissza Szerbiába. Ezt ma korábban Mirjana Milenković, a Fővárosi Közegészségügyi Intézet egészségügyi ellenőrzésének osztályvezetője jelentette be. Darija Kisić Tepavčević megismételte, a külföldről visszatérő szerbiai állampolgárok csak 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel léphetnek be az országba. Ellenkező esetben 14 napos házi karanténba kell menniük. Darija Kisić Tepavčević leszögezte, a válságstáb által meghozott kötelező érvényű döntést senki sem másíthatja meg.
Az elmúlt egy nap alatt Szerbiában a több mint 5000 teszteltből 52 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak, és két személy hunyt el a kór szövődményeinek következtében. A vírus megjelenése óta 222-en haltak bele a betegségbe. A halálozási arány 2,16%. Kórházban jelenleg 992 embert kezelnek, lélegeztetőgépen 22-en vannak. A betegségből eddig 3824-en épültek fel. A járvány kitörése óta több mint 156 ezer tesztet végeztek el a szakemberek, és összesen 10295 koronavírus okozta megbetegedést regisztráltak. Alakul a középiskolások iskolai menetrendje az elkövetkező időszakra. Május végéig online, június 1-e és 3-a között személyesen javíthatják osztályzataikat a középiskolák végzős diákjai. Az osztályzatok lezárása is ezeken a napokon történik. Az érettségit június 4-e és 6-a között szervezik meg. Csak azoknak a végzős középiskolai diákoknak a jelentkezését várják az oktatási intézményekben június első napjaiban, akik javítani szeretnének. Én úgy rendeztem az időmet, hogy minél előbb lerendezzem, tudjak készülni a felvételire, az érettségére, és ezt így rögtön lerendeztem, és így az elején nem kell majd bejárni júniusban. Azok, akik nem voltak ennyire szerencsések, azok számára miben fog ez más lenni, mint egy hagyományos oktatás? Szerintem nehezebb lesz nekik, mivel ugye az első, június első három napján javítani lehet, és rögtön másnap, 4-én meg lesz az érettségi, és ez picit lehet zavaró lesz. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár elmondta, az elmúlt időszakban az oktatás nehezített körülmények között zajlott, az érettségi elbírálásakor, az osztályzatok lezárásakor mindezt figyelembe kell venni. Mindenképp lehetőségük lesz arra, hogy javítsanak. Vonatkozik ez az általános iskolásokra és a gimnazistákra és a középiskolásokra is. Egyedül az alsós általános iskolásoknál nem lesz erre szükség, hiszen itt megváltozott az osztályozási mérce szabályzat, és akkor itt ez meg lesz oldva május folyamán, tehát ők nem lesznek, kivéve a napköziseket esetleg az iskolában jelen június folyamán. Az egészségügyi előírásokat tiszteletben tartva az intézményekben folyamatos fertőtlenítést végeznek. Az érettségi ideje alatt a tanteremben legfeljebb 6 diák és egy felügyelő tanár lehet majd jelen. Azok az érettségizők pedig, akik teljesítették kötelezettségeiket, június 24-én jelentkezhetnek a választott felsőoktatási intézménybe. Az elsős, másodikos és harmadikos középiskolások akkor javíthatják ki osztályzataikat, miután az érettségizők már elhagyták az iskolát. Az idén népszerűbb lehet a Szerbián belüli turizmus, és ezt tükrözi az idegenforgalmi irodák kínálata is. A járványügyi helyzet miatt a lakosoknak alkalmuk adódik jobban megismerni az ország természeti kincseit. A nyári szabadságok ideje alatt Szerbia azon helyeit is láthatják a pihenni vágyók, amelyek eddig kevésbé voltak népszerűek a turisták körében. Nagyobb teret kaphat a falusi turizmus is. Az idegenforgalmi irodák már elkezdték szervezni a belföldi utazásokat. A kínálatokban továbbra is szerepelnek Szerbia legnépszerűbb utazási célpontjai, mint a Tara vagy a Zlatibor. Idén olyan túrára is befizethetünk, ami a vajdasági várakat mutatja be, de a kevésbé ismert gyógyfürdőkbe is ellátogathatunk. Postoje i banje, ja sam evo sad kako imamo i vremena prebrojala, verovatno ima i više, ali ono što su neke možda poznatije banje i koje rade, da 24 banje postoje u Srbiji. Tako da onda može se i taj banjski turizam će ovog leta biti interesantan. Az idegenforgalmi iroda tulajdonosa hozzátette, hogy a szabadkaiak többsége csak a legnépszerűbb gyógyfürdőket ismerik, ilyen Szókobanya és Koviljacsa. Azok a nyugdíjasok, egyetemisták és munkavállalók, akik fizetése kevesebb 70 ezer dinárnál, május 13-ától jelentkezhetnek az üdülési utalványokért a szerbiai postahivatalokban. 1500 oni ugostitelja i hotelijera koji prihvataju vaučeri, prihvataju goste sa vaučerima. Mi očekujemo da će se i hotelijeri i ugostitelji pre svega iz Beograda i Novog Sada, koji su nove destinacije gde je moguće koristiti vaučere, takođe
prijave. Jajic szerint így lehetőség nyílik arra, hogy a 400 ezer üdülési utalvány felhasználásával hosszabb lesz idén a turisztikai szezon. Így nem csak a nyári hónapokra korlátozódik majd. Kedden este Niksígyben 8 egyházi szemét vett őrizetbe a montenegrói rendőrség, mert a koronavírus fertőzés terjedését megakadályozó gyülekezési korlátozás ellenére misét tartottak, írja több hírportál. A Joanniki püspököt és 7 szerzetest helyeztek 72 órás előzetes letartóztatásban. Az egyházi személyek ugyanis liturgiát tartottak. A montenegrói Andrijevica városában a történtek miatt a hívők útblokádot alakítottak ki. A blokkád feloldásához a rendőrség beavatkozására is szükség volt. Könnygázzal oszlatták fel a tömeget, többeket letartóztattak, írja a szerbiai RTV. Az eset kapcsán megszólalt Alexander Vulin is. A szerb védelmi miniszter szerint nem történt volna letartóztatás, hanem a szerb ortodox egyházról lenne szó. Hozzátette, hogy szerinte a montenegrói kormány tudatosan akarja tönkretenni a Szerbiával való kapcsolatát. A montenegrói vezetés azonban azzal magyarázza az ügyet, hogy a koronavírus járvány miatt nem szeretnék a polgárok egészségét veszélyeztetni ilyen és ehhez hasonló gyülekezésekkel. Alexander Vučić aggódik a keddeste Montenegróban őrizetbe vett pravoszláv egyházi személyek miatt, írja a Vajdasági RTV. Az eset kapcsán a szerb államfő telefonbeszélgetést folytatott a szerb pravoszláv egyház vezetőjével, Irinej pátriárkával. A beszélgetés utáni közös nyilatkozatukban azt írták, remélik, hogy a szerb nép békésen és nyugodtan cselekszik azokban a pillanatokban, amikor egyetlen észszerű ember sem akar nyugtalanságot és konfliktusok között élni. A szerb elnök és a pátriárka reményét fejezte ki, hogy a pravoszláv egyházi személyeket minél rövidebb idő alatt szabadon engedi a montenegrói igazságszolgáltatás. Re csökkent az aktív koronavírusos betegek száma Magyarországon. Az elmúlt egy napban 28 magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, illetve 5 újabb idős krónikus beteg hunyt el. Az adatok szerint a járvány megjelenése óta az elhunytak száma 430, míg 1102-en sikeresen kigyógyultak a betegségből. Eddig 118,500 mintát vettek, hatósági házi karanténban pedig több mint 11 000-en vannak. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondták, a számok azt mutatják, hogy a járvány mérséklődött az országban. Dr. Müller Cecília az elsődleges PCR alapú adatokat is kedvezőnek tartja. Hozzátette, lehet, hogy a magyar lakosság immunrendszere erősebb, mint máshol. A koronavírus várható második hulláma kapcsán elmondta, hogy egyelőre nem lehet semmi bizonyosat mondani. Ez azt jelenti, hogy jelenleg milyen fertőzöttségi állapotban van az a személy, akit vizsgáltak. Az átvészeltségi vizsgálat az az ellenanyagoknak a kimutatásán alapszik, tehát az mutatja, hogy milyen az átvészeltség. Ez az első vizsgálat, ez egyértelműen arra utal, hogy alacsony, és ez egy nagyon kedvező tényező olyan szempontból, hogy nem tudjuk átadni tünetmentesen, nincsen nagy számú fertőzött a populációban. Világszerte megközelíti a 4,4 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma. Eddig több mint 295 000-en hunytak el a betegség szövődményei következtében, a gyógyoltak száma pedig meghaladja az 1.600.000-et. Továbbra is az Amerikai Egyesült Államokban regisztrálták a legtöbb megbetegedést. Közel 1.415 000-en kapták el a vírust. Az aktív fertőzöttek száma a legfrissebb adatok szerint meghaladja az 1 milliót. Az elhalálozások száma 83 000 fölé nőtt, és közel 300 000-en győzték le eddig a betegséget az Egyesült Államokban. Eközben Európa új gócpontja Oroszország lett, ahol eddig több mint 242 000-en fertőzöttek meg. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Folytatódik a törökbecsei Szent István király templom felújítása.
Hatalmas szárassággal küzdenek a vajdasági termelők. Egyetlen megoldásuk a folyamatos locsolás. Választások 2020. Kihirdette a SÖPRÜ 2020 nevű szervezet választási listáját a Köztársasági Választási Bizottság. A szervezet képviselői ma kora délután adták át listájukat, és összesen 10.265 aláírást gyűjtöttek össze. Korábban egyébként hiánypótlásra szólította fel a szervezetet a Választási Bizottság. Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosokat, hogy betekintést nyerhetnek a Szabadkára vonatkozó egységes választói névjegyzékbe, és kérhetik a választói névjegyzékben szereplő adataik bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy javítását. Az illetékes hatóság a kérelem benyújtását követő 24 órán belül dönt a módosítással kapcsolatban. Az egységes választói névjegyzéket 2020. június 5-én 24 órakor zárják le. A változtatásokat a Városháza 215-ös irodájában, valamint a Palicsi, Bajmoki, Csantavéri, Tavankúti és Nagyfényi helyi hivatalban lehet elvégezni. A szerbiai köztársasági tartományi és helyi önkormányzati választásokat egyébként június 21-én tartják. A koronavírus elleni harc még nem ért véget, ezért szükség van a polgárok felelősségteljes viselkedésére, hangsúlyozta a sajtótájékoztatóján Bogdán Labán. Szabadka polgármestere elmondta, eddig 54 helyi fertőződött meg, és ketten haltak bele a kór szövődményeibe. Köszönetet mondott az önkénteseknek és az adományozóknak is. A rendkívüli állapot megszűnt, de számos intézkedés továbbra is érvényben maradt Szabadkán. Bogdán Labán kiemelte, a város jól vizsgázott a koronavírus elleni harcban, hiszen ahhoz képest, hogy Szerbia 5. legnagyobb városáról van szó, csak 54 személy fertőződött meg. A polgármester hangsúlyozta, továbbra is be kell tartani az ajánlásokat, ugyanakkor Szabadka gazdaságát is újra kell indítani. Imali smo dvostruku odgovornost i sve svoje resurse usmerili smo u dva pravca. Da zaštitimo zdravlje i živote građana sa jedne strane i da sačuvamo ekonomiju sa druge strane. Rukovođeni takvim pristupom, a u sve propisane mere zaštite, nismo stajali sa radom na najvećim projektima koje smo započeli i u otežanim uslovima teku radovi na pozorištu, na rekonstrukciji zelene fontane i na izgradnji spa centra. Az elmúlt napokban sorra jelentkeztek a közösségi oldalakon azok a szabadkai kisnyugdíjasok, akik nem kapták meg a segélycsomagot, vagy nem voltak elégedettek tartalmukkal. Bogdán Labán a Pannon RTV kérdésére a csomagok tartalmával kapcsolatban a következőket nyilatkozta. Tačno se zna da je to prvi krenuo Beograd i onda lokalne samouprave koje su bile u određenom momentu i koliko snažne. A sastav paketa A kézbesített élelmiszer dobozok többek között lisztet, cukrot, sót, tésztát és konzerveket is tartalmaztak. Bogdán Labán elmondta, mintegy 15 ezer segélycsomagot osztottak szét a szabadkai kisnyugdíjasok között. Közel 150 családnak és idős személynek segítettek az elmúlt hónapokban a Vajdasági Magyar Szövetség által toborozott önkéntesek. Csomagokat és a vetőmagot osztottak, bevásároltak és a nyugdíjat is házhoz szállították. Személyesen és telefonon is kérhették az önkéntesek segítségét az idősek Moholon. Vajdaság többi településéhez hasonlóan itt is sok idős ember él, így elkért a segítőkéz. Bár nehézségek mindig akadtak, mindenki igyekezett a lehető legjobbját nyújtani, így gyorsan ment a munka, mondta el Lakatos Adrián, aki több akcióban is részt vett. Jó érzés volt segíteni másokon, jó érzés volt az, hogy az idősek megjutalmaztak egy hatalmas mosolyjal. Sőt, azt kell mondanom, hogy noha önkénteskedtünk, és ezt szigorúan térítésmentesen kértük, egy hálás idős asszony, szerintem nem haragszik, ha nevét is megmondom, Zsuzsi néni,
Egyik bevásárlásom után megyes piskótát sütött nekem, amivel belesütöttem minden háláját, minden szeretetét. Az akciókhoz sokan csatlakoztak, és ezt jó volt látni, mondta el Rigó Flórián, a Vajdasági Magyar Szövetség moholi szervezetének elnöke. Dicséretes volt az összefogás, nem csak a lakosok, hanem helyi vállalatok is részt vettek a különböző akciókban, tette hozzá. Az időseknek segítettünk bevásárolni, valamint ügyintézni, nyugdíjat felvenni, meg mindig olyan ügyes-bajos dolgot intézni, amit nem tudtak, ugye, mivel hogy otthon kellett maradniuk. Ez mellett vetőmagot osztottunk a helyi gazdáknak, főként az idősebbeknek és az 5 hektár alatti földterületet művelőknek, valamint húsvét előtt élelmiszercsomagokat biztosítottunk a rászoruló családoknak. Mivel a községbeli akciókat Adáról szervezték a moholi önkéntesek, így nem csak saját településükön, hanem a környékbeli falvakban is igyekeztek kivenni részüket a segítségnyújtásból. Választások 2020. Felújítják az 1903-ban épült törökbecsei Szent István király templom épületének nyugati falát, mely a vakolat mellett új festést is kap. A munkálatokat még március elején kezdték meg, és a tervek szerint június 1-ig fejeznek be. A 117 éves műemlékvédelem alatt álló épületen az elmúlt 3 évben több tatarozást is végeztek, zömében az odaadó hívek önkéntes munkájának és adományainak köszönhetően. 2018-ban felújították a templom mintegy 90 méter hosszú kerítését, az utcai keresztet, átfestették a főoltár szerkezetét és a padokat is. Tavaly decemberben a templom padlózatára új futószőnyeg is került. A templom kert mintegy 200 rózsabokrot, különféle virágokat, lombhullatófákat, örökzöldeket ültettek. Gondozásukat Marika néni látja el. A bánáti falu hívei a település középpontjában lévő Assisi Szent Klára és a Szent István király templomot is szívügyüknek tartják. Karácsonyra egy család a szőnyegeket is már mind felújítottuk, azok is mind új szőnyegek vannak, akkor itten a rózsakerteket is állandóan gondozzuk, úgyhogy a fű is rendszeresen le van nyírva, meg locsoljuk is, mivel ilyen nagy szárazság van, most muszáj locsolnunk is. És akkor jó nekünk itt. Mellár József, a törökbecsei Assisi Szent Klára, valamint a Szent István király templom egyházközösségének plébánosa elmondta, hogy az épület külső felújítási munkálataiból csupán a nyugati fal vár tatarozásra. Különösen odafigyelnek a műemlékvédelem alatt álló épület ornamentikájára, ami visszakapja eredeti külalakját. Előzőleg már vettek mintát, negatívet, és akkor azok alapján elkészítették a sablonokat a mesterek, és akkor hát ezeket használják ahhoz, hogy ugyanolyan minta szerint legyenek kialakítva a díszek az ablak körül, meg a csatorna alatt is hasonlóképpen ezeket a díszeket visszaállítsák. A szablakokra új rácsokat tervezünk, mert eléggé rosszak voltak, és hát ezeknek a felszerelése is majd, azoknak a felszerelésére is sor kerül majd. Felújításra kerül az oldalajtó is, fűzte hozzá a plébános, aki azt is megjegyezte, hogy a szükséges pénzösszeg nagy részét a törökbecsei egyházközösség tulajdonában levő plébánia épületének eladásából fedezik, azonban a templom további szépítése az adományoktól függően alakul majd. Terben van még a templomfal melletti járda felújítása is. A törökbecsei egyházközség mintegy 2000 hívőt számlál. Csökkent a kivitel és a felvásárlás is, ez megnehezítette a marhatenyésztők helyzetét az elmúlt időszakban. A koronavírus járvány előtt akár a 2 eurót is megkapták a hízomarha kilójáért. Jelenleg ez az ár 1,70 és 2 euró között mozog, mondják az ágazatban tevékenykedők.
A szerb állam támogatással kívánja segíteni a tenyésztőket a koronavírus járvány okozta kiesések miatt. A gazdák így tehenenként 3000 dináros segélyt kapnak, viszont ez csak 10 tehén után jár, összesen 30 ezer dinár értékben. Ez alól kivételt képeznek a húsmarha tenyésztők, ugyanis hízóbikákra nem jár a járvány okozta kiesés miatti támogatás. Madár József oromi tenyésztő elmondta, jól jönne a támogatás, hiszen az elmúlt két hónapban a kereslet és a felvásárlási ár is csökkent. A kereslet most a hízóborjak után is csökken, és így ez magába vonja azt, hogy az árak lefelé mennek, vagyis nem is az, hogy lefelé, hát egy alacsony szinten vannak az árak, de viszont a kereslet nagyon kevés, kicsi, és akkor nem tudja az ember eladni a hízójószágot. A jelen pillanatban tudomásom szerint, ha euróba számoljuk, akkor 1,70-től 2-ig lehet eladni, de a kettőnek annak már nagyon szép, még nagyon extra minőségű jószágnak ki, hogy legyen. Bata Erzsébet a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, sokan váltottak tejtermelésről húsmarha tenyésztésre, amit jelenleg a vajdasági árutartalékok vásárol fel 15 dinár 90 para kilónkénti kukoricáért cserébe, viszont ez csak 500 kg-os marháig történik, a többletárat pedig a vágóhidak határozzák meg. A kukoricának az árát nem tudni, tehát itt még a termelők még mindig nem tudják, hogy mennyiért adták el a jószágot. Állítólag 2 euró, 10-15 euróba ki fog jönni, de ez a kukoricának a napi árától fog függeni abban a pillanatban, amikor az számításokat végeznek. A másik elég nagy gond, hogy a tartalék alap csak 500 kilóig ismeri el a súlyát a bikának. Azon felül a vágó híd, amit napi áron ad a termelőnek, majd azt kell elfogadni, tehát itt az átlagot egy 700 kilós bikának például a kilóján az átlag súlyt sem lehet 2,15-20 euróval szorozni. A gazdakör elnöke hozzátette, a vajdasági árutartalékok sokkal kevesebb marhát vásárolt fel, mint amennyi a gazdáknál van, így ez is nehézséget jelent az ágazatban dolgozóknak. Puskapor szárazak és szomjaznak az északbácskai szántóföldek és gyümölcsösök. Javában folyik az öntözés, mert anélkül nem igen lesz termés. A helyzetet nehezíti a hetek óta fújó erős szél, ami még inkább kiszárítja földeket. Az aranyatérő májusi eső sehogyan sem akar megérkezni. A gazdák hetek óta az eget kémlelik. Az északbácskai határban hatalmas a szárazság, nem csak a szántóföldeken, hanem itt a királyhalmi gyümölcsösökben is. A gazdák becslése szerint az év eleje óta eddig, május közepével bezárólag, mindössze alig 30 mm-nyi csapadék hullott négyzetméterenként. A májusi eső valóban most aranyat érne, és jól jönne. Az elmúlt időszakban sokan felszámolták az almafákat, helyükre a homokban krumpli, a fekete földbe kukoricamag került. Kis József királyhalmi termelő szerint öntözés nélkül ma már szinte semmit sem lehet megtermelni. Túl száraz, mitrágya itt van, hát meg kell locsolni, mert ha nem locsoljuk, nem lesz bele semmi sem. Tehát locsolás nélkül ma már szinte elképzelhetetlen a talajművelés. Így van, ahogy mondja, nem lesz bele semmi sem. Az öntöző berendezések szünet nélkül dolgoznak, a régi telepítésű szőlőtőkék gyökerei akár 7-10 méterre is lenyúlnak a föld alá, találnak nedvességet, de ez nem elég. Szükség van a csöpögtető öntözésre a homokban, mondta el Kovács Tibor királyhalmi borász. Jó lenne, mire majd virágzik körülbelül egy 2-3 hét múlva, ha legalább addig lenne eső, ugyanis ha nem, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Mennyire mélyek a szőlőtőkék gyökerei, tehát kapnak még azért valamennyi nedvességet? Természetesen kapnak még nedvességet, főleg azok a szőlőtőkék, amelyek idősebbek. Itt, ami nekem van itt ezen a részen, ezek több mint 20 éves szőlőtőkék. Ezeknek a gyökerei már lent vannak 7-8, sőt talán még 10 méter mélyen is, ahol már találnak nedvességet. Így főként a fiatalabb szőlőültetvények számára fontos a locsolás. A hajdújárási hűtőházban még mindig tart a tavaly betárolás,
vásárolt prémium minőségű alma csomagolása és kiszállítása az orosz piacra. Idén azonban csak intenzív öntözéssel lehet majd jó termés, állítja Somogyi Mihály noszai gazda. Több mint egy hónapja állandóan locsolunk. Nekem van 4 kutam, amelyikből locsolok. Egy az csak vasárnap délelőtt szokott a nagymisére kikapcsolóba lenni, az állandóan megy, éjjel-nappal megy. Tehát akkor el tudja képzelni, hogy mennyit locsolunk, amikor egy minden nap éjjel-nappal megy a kút. De a másik 3 is majdnem éjjel-nappal megy. Tehát ez 24-5 hol területet locsolunk, és mindig éjjel-nappal megynek a kutak. A gazda szerint szerencsére a homokvidéki gyümölcstermelők 90%-a ma már megoldotta ültetvényei öntözését, enélkül ugyanis az almatermeléshez nem is érdemes hozzáfogni. Fagyott nem csak lehűlést és némi csapadékot hozott Szervác, Pongrác és Bonifác napja. A néphagyományban fagyos szentekként számon tartott napok így a mezőgazdaságban nem okoztak további kárt, amely a szárazság miatt már így is síngi az időjárás viszontagságait. Az átmeneti lehűlés után hétvégén már 30 fokra számíthatunk. Hatalmas szükség lenne az esőre, ami így május elején valóban aranyat érne. Sokfelé március eleje óta alig esett, több 10 mm csapadék hiányzik a földekből. A szántóföldi növények egyre jobban megsínlik az aszályos időszakot. Péntekig egy hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer hatására több-kevesebb csapadék várható, de mennyisége jócskán elmarad a szükségestől. Pongrác, Szervác és Bonifác napjaiban a megfigyelések alapján az időjárás hirtelen hűvösre fordul. Sokszor fagy is előfordul, amely kárt okozhat a kertekben. Ezért az óvatos kertészkedők csak a fagyos szentek elmúltával ültetik ki az uborkát, babot, paradicsomot és paprikát a szabadba. Évszázados tapasztalat szerint ebben az időszakban a melegedő időjárás hatására sarjadó rügyeket, vetéseket is tönkreteheti a hirtelen hűvösre forduló idő. A következő napok inkább a kirándulóknak, mintsem a mezőgazdaságnak kedveznek majd. Bonifác reggelén 14 fokot mérhetünk. Csütörtökön a napos felhős időszakok mellett gyenge eső, zápor alakulhat ki. Az erős szél és a 30 fokos csúcshőmérséklet miatt azonban a földek tovább szomjaznak majd. Kirándulni viszont tökéletes lesz a nyári meleg. Szerbia déli részén 33 fok is lehet a meteorológusok szerint. Pénteken az előrejelzések szerint délután számíthatunk csapadékra térségünkben, ám ez sem lesz jelentős, a csúcshőmérséklet szintén 30 fok körül alakul. A többszöri kis mennyiségű csapadékot a szél és a napsütés hamar felszárítja, az aszály tehát tovább fokozódik. Választások 2020. Lazultak a határátlépés szabályai Szerbia és Magyarország között. Annak, aki 72 óránál kevesebbet tölt külföldön, nem kell karanténba vonulnia, amikor visszatér Szerbiába. A Magyarországra való beutazás előtt méltányossági kérelmet kell benyújtani a www.polis.hu oldalon. A rendelkezések részleteiről Juhász Gábor kérdezte Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét. Szerbia és Magyarország is meghozta a határok újra nyitására vonatkozó jogszabályokat. Ezek részleteiről beszélgetek Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökével, a párt köztársasági parlamenti frakció vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen szabályok vonatkoznak a Szerbiába való belépésre? Különbséget kell tennünk a között, hogy valaki szerbiai állampolgárként vagy külföldiként szeretne Szerbiába belépni. Ezt megelőzően szeretném elmondani, nagyon örvendetes az, hogy megint egy picit lazultak a szabályok, és egy kicsikét nagyobb a mozgásszabadság, mint korábban volt. Az elmúlt hetekben több alkalommal kértük a vajdasági magyaroknak a türelmét, és mondtuk azt, hogy ahogy a járványügyi helyzet megengedi, lazulni fognak a szabályok. Most egy picikét lazábbak, mint voltak tegnapig, ugyanis megjelentek a jogszabályok Magyarországon is és Szerbiában is, tehát ezek hatályosak. Különbséget kell tenni, amint mondtam, a között, hogy valaki szerbiai állampolgárként vagy külföldi állampolgárként lépe be Szerbiába, amennyiben szerbiai állampolgárról, tehát vajdasági magyarról van szó, abban az esetben két lehetőség van, vagy
negatív koronavírus teszttel kell rendelkezni, ami alapján nem fogják elrendelni a karantént, vagy a másik lehetőség, ha valakinek nincs tesztje, abban az esetben 14 nap kötelező karantén elrendelésére kerül sor. Sokan kérdezték, hogy meg lehet-e a tesztet csinálni a határon. Én azt mondom, hogy szerencsére nem lehet, mert képzeljék el a kedves nézők, hogy mekkora tömeg lenne a határon, hogyha ott tesztelnék az embereket, úgyhogy a tesztet előre meg kell csináltatni, vagy pedig vállalni kell a 14 napos karantént, amennyiben ezt valaki meg tudja magának engedni. Az is fontos, hogy a 12 év alatti gyermekek esetében nincs szükség tesztre, és így karanténra sem, tehát ők szabadon mozoghatnak a határon, természetesen abban az esetben, hogyha a szülők negatív teszttel rendelkeznek, akikkel a gyermekek átlépik a határt. Talán ezek a legfontosabb szabályok, ami a Szerbiába történő beutazást illeti a vajdasági magyarok szempontjából. A külföldi állampolgárok, tehát például azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek szerbiai állampolgársággal, az ő esetükben kettő feltételnek kell eleget tenni. Szintén szükség van a negatív koronavírus tesztre, emellett pedig egy beutazási engedéllyel kell rendelkezni, amit a nagykövetségek adnak ki, és ezeknek a birtokában tudnak Szerbiába beutazni a külföldi állampolgárok, így a magyar állampolgárok is. Magyarországra hogyan tudunk utazni az új rendszabályok szerint? A magyarországi beutazással kapcsolatban fontos azt elmondani, hogy lévén, hogy Magyarország az Európai Unió tagországa, uniós kötelezettségei is vannak az anyaországnak, éppen ezért nem dönthet saját hatáskörben teljesen önállóan a határnyitás feltételeiről, hiszen az Európai Unió szervei olyan határozatot hoztak, hogy a schengeni határok június 15-éig zárva maradnak, leszámítva az indokolt eseteket. Magyarországon meghatározták ezeket az indokolt eseteket. 6 ilyen eset van, nem biztos, hogy mindet föl fogom tudni sorolni, de amennyiben például gazdasági célból utazna valaki Magyarországra, vagy közeli hozzátartozónak a temetésére, vagy egyéb méltányos okokból, akkor a magyar rendőrség honlapján tud beutazási engedélyhez folyamodni elektronikusan, meg kell várni ezt az engedélyt, tehát nem elég kérvényezni, meg kell várni, hogy megérkezzen a jóváhagyás, és teszt nélkül, tehát ezzel a jóváhagyással ezekből az okokból be lehet utazni Magyarországra. Ami még nagyon fontos, vagy talán a legfontosabb ebben az egészben, és egy új szabályt jelent, az, hogy amennyiben valaki 72 órát tartózkodik legfeljebb külföldön, tehát maximum 3 napot, és vissza szeretne jönni Szerbiába, abban az esetben nincs szükség sem tesztre, sem egyéb föltételeknek a teljesítésére, tehát ha valaki például vizsgázni szeretne menni Magyarországra, ami most aktuális lesz a következő hetekben, vagy pedig gyógykezeltetésre, akkor ezt megteheti úgy, hogy sem karanténra, sem negatív koronavírus eredményre nem lesz szükség, úgyhogy örülök annak, hogy lett annak eredménye, hogy néhány nappal ezelőtt elmondtam a parlamentben, hogy több ok adódhat, nem csak az, ami a belgrádi fejekben él, hogy bevásárlás vagy gyógyfürdő, hanem rokonlátogatás, vizsgázás, egészségügyi ellátás igénybevétele Magyarországon, és ezekben az esetekben is lehetővé kell tenni a határnak az átlépését. Tehát akkor én hogyha szerbiai állampolgárként kérelmezem azt, hogy Magyarországra bejuthassak, akkor ezt, hogyha 72 órán belül visszajövök, akkor vissza is tudom
tudok jönni karantén és vizsgálat nélkül. Igen, 72 órán belül vizsgálat és karantén nélkül vissza lehet jönni, és ez az egyedüli módja annak, hogy a gyógykezeltetést vagy a vizsgázást el lehessen végezni. Amit jelen pillanatban nem lehet, az az, hogy turistaként átmenni Magyarországra, akár gyógyfürdőbe, akár bevásárolni, akár csak úgy, hiszen még mindig azok a rendkívüli szabályok érvényesek, amelyek az elmúlt hetekben is érvényesek voltak, csak azok lazultak. Azt is szeretném elmondani, hogy nem zökkenőmentes a rendszer. Említettem, hogy Szerbiának a nagykövetségei kell, hogy kiadják a külföldi állampolgárok esetében a beutazási engedélyt Szerbiába, és olyan információkhoz jutottunk az elmúlt órákban, hogy a nagykövetségek nem igazán tudnak erről a vállalásokról, vagy erről a feladatukról. Olyan információk is eljutottak hozzánk, hogy a határon se tudnak arról, hogy új szabályok vannak. Ennek ellenére szeretném világosan elmondani, hogy a jogszabályok megjelentek, a jogszabályok hatályba léptek, az állami szerveknek kötelességük ezeket a jogszabályokat alkalmazni és végrehajtani. Úgyhogy éppen ezért nemrég beszéltem a parlament külügyi bizottságának az elnökével, és arra kértem, hogy legyenek szívesek és tájékoztassák az ország nagykövetségeit, hogy új helyzet van, és hogy a jogszabályokat alkalmazni kell, és ugyanez vonatkozik a határőrségre is, illetve a határátkelőkön dolgozókra, úgyhogy az, amiről mi beszélgetünk, ez nem valami terv, vagy pedig elképzelés, hanem ez már így van, csak sajnos úgy tűnik, hogy a végrehajtás hagy némi kívánnivalót maga után, amit mi elítélünk és bízunk abba, hogy gyorsan be fog állni a rend. Van egy másik téma is, ami nagyon aktuális, ez a 100 eurós támogatás. Ugye ezt ma bejelentették, hogy mától akár igényelni is lehet. Hogyan történhet ez az igénylés? A jogszabály értelmében május 15-től lehetne igényelni a 100 eurót. Ennek ellenére a pénzügyminiszter bejelentése szerint a mai nap már ez a lehetőség adottá vált. Ugye kétféleképpen lehet igényelni, vagy egy telefonközponton keresztül, a telefonszámok holnap vagy holnap után fognak nyilvánosságra kerülni, de mától lehetőség van arra, hogy az interneten, az állami kincstár honlapján folyamodjanak a polgárok a 100 euróért. Az idp.trezor.gov.rs honlapon valóban 30 másodperc alatt lehet igényelni ezt a 100 eurót, csupán a személyi számra, az igazolvány számra és a számlavezető bank nevére van szükség, tehát még bankszámla számot sem kell megadni, úgyhogy a polgárokat arra szeretném kérni és buzdítani, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ezt június 5-éig megtehetik, tehát nem feltétlenül kell ma, holnap rögtön ezt elintézni, de nagyon gyorsan elrendezhető. Arra szeretnék mindenkit kérni, vagy azt javasolnám, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor interneten igényeljék, ne pedig telefonon, mert sokkal zökkenőmentesebb és gyorsabb lesz a folyamat. A nyugdíjasok és a szociális segélyből élők esetében pedig automatikusan a számlájukra fog kerülni a 100 eurónak a dinár ellenértéke, tehát a nyugdíjasoknak és a szociális segélyből élőknek nem kell semmit tennie, automatizált a folyamat, a többiek pedig ilyen módon tudják a mai naptól igényelni. Mindenkit arra biztatunk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, ne hagyják magukat becsapni, ne hagyják magukat félrevezetni. Ez az összeg a parlament döntése értelmében mindenkinek jár, tehát ne üljenek föl olyan híreszteléseknek, mendemondáknak, hogy csak amennyiben például a szerb haladó pártra szavaznak, vagy amennyiben a szerb haladó pártnak megadják az adataikat, akkor fogják megkapni a 100 eurót. Ez nem így van, mindenkinek jár a 100 euró, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy igényeljék ezt a segítségnyújtást. Pásztor Bánt, köszönjük szépen az információkat. Köszönöm a lehetőséget. A Pannon Televíziót Szabadkáról Juhász Gábor tudósította.
Választások 2020. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Mától igényelhetjük online a beígért 100 eurós egyszeri segélyt. Péntektől már telefonos úton is leadhatjuk kérelmünket. Kihirdették a határok újranyitására vonatkozó jogszabályokat Szerbiában és Magyarországon is. 52 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Szerbiában. A világjárvány következtében egyre népszerűbb a belföldi turizmus. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!